ott van az a kettes villanygyújt. Újvári Tibor ebben az utcában lakik, reggel még aludt, amikor megmozdult a föld. Egyszer úgy éreztem, mintha kertegetne valaki. Értem? Én, mint a vállamat így, Kejmár fő Tibi. Körülnéztem, sehol senki, mondom, álmodok, kész, semmi. Aztán ugye, hát egy korra délután átjöttem, azt mondják a gyerekek, hogy te érezted a földrengést? Mondom, milyen földrengést? Hát korra délelőtt, a 8 óra után valamikor volt itt földrengés. A konkrét okokat még vizsgálják a szakemberek, de Weber Zoltán szeizmológus szerint a Vértes-hegység tömbje fokozatosan emelkedik, és ez a mozgás okoz gyakran kisebb földrengéseket, főleg a Vértes-hegység szélén. A földrengés pedig általában utórengésekkel is jár. Mivel a földrengések utórengései azok általában egy-két nagyságrenddel gyengébbek, ezért egy 3,7-es erősségű rengésnek az utórengései, azok nagyon valószínűek, hogy nem lesznek már érezhetők, és csak műszerrel lehet majd őket kimutatni. Magyarországon átlagosan 90-100 földrengést jeleznek a műszerek, ezek közül mindössze 3-4-et érzékelhet a lakosság. A Móriárokban és környékén már nagyobb földrengéseket is tapasztalhattak. A távoli múltban, 1763-ban például Komáromban a mai becslések szerint 6,3-es földmozgás volt, amely már erősnek számít.